Sziasztok, jó reggelt! Bocsánat, kicsit nyúzott a fejem, meg késtem két percet, mert állatorvosnál voltam, és, és próbáltam időben hazaérni. Um, van egy uh, nagyon öreg uh, kutyusom, illetve hát fél kutyusom, mert a, uh, um, volt férjemnél van, de hát nagyon sokat van, szia Danikám, nagyon sokat van uh, nálam is, és uh, most ő nem tudta elvinni, mert, uh, mert egy ilyen örekkori kivizsgálásra kellett vinni, és múltkor nem vittek vizeletet, úgyhogy most ultrahanggal ilyenkor úgy vesznek steril vizeletet, hogy ott a, megnézik, hogy hol van a hólyag, oda beszúrják, és kivesznek. Ez borzasztóan hangzik, de egyébként egy három másodperces teljesen szíja Patrik teljesen um, fájdalommentes beavatkozás, úgyhogy uh, hál' Istennek nincsen semmi gond, 15 éves, de ma egészséges. kopicit picit fájlalta a vállát, volt egy tíznapos ilyen nem szteroid uh, gyulladás csökkentő uh, kúra, és annak is most volt a kontrollja, és az is viszonylag uh, jó lett. Annyira most értem ide, hogy uh, most rakom le itt a, a uh, mindenféle uh, cuccomat. Um, na, nagyon cuki valaki most ír nekem üzenetet, de uh, üzenetet miközben élőzök, nem tudok olvasni, úgyhogy uh, Léci, Dori uh, az élőbe uh, írjál valamit, hogyha, ha valami kérdésed van. Na, mondom nektek. Uh, akik ö, tegnap ö, mondták, hogy, hogy privátban keresnek, azok, ö, azok megkerestek, úgyhogy, ö, úgyhogy azzal minden oké, okay, tudtam. Állatorvos is ajánl, fáradt ö, nézől, ez nem tudom, mit jelent, ha fáradtnak nézek ki, ö, igen, tehát fáradt vagyok, nagyon korán keltem, mert el kellett mennem állatorvoshoz, ö, de kedves vagy, igen. Vannak napok, amikor az ember nem néz ki olyan jól. Ez most ilyen. Na. Uh... Hát kezdjük az elsővel. Segítségedet szeretném kérni. Most lett egy kiskutyám, 75 és fél hetes, és elkezdtem kenelbe szoktatni, csak nem igazán megy, mert próbáltam azzal, hogy mindig csak pár perccel is jutalmazom, ha lefekszik, de nem jött be, mert ha el is aludt, akkor amint elhagytam a helységet, rá pár percre már nyűszített, rágta a ketrecet, meg harapta a legtöbbször, ha figyelmen kívül hagyom, akkor meg oda pisil maga alá. próbálkoztam azzal is, hogy amikor kint elalszik, akkor beviszem a kenéjébe rácsukom a kenelajtot, de akkor is ez történik. Igen, csak pár napja van nálam, de szeretnék felelős gazdi lenni. Mit ajánlasz, várjak még vele, vagy hogy szoktassam le róla? Hát ott kezdődik a probléma, de a üzenetíró, hogy hét és fél hetes kutyának még az anyukájával kéne lennie. 8 hetes korig a jogszabály kötelezőnek írja azt, hogy az anyukával maradjon. Ez abszolút nem véletlen, azért, mert mindenféle, mindenféle kölyökkori bevésődés az addig tart, és akkor még igényli az anyukája és a testvérei közelségét. Tehát 7 és fél hetes, azaz, és, és már néhány napja nálad van, az azt jelenti, hogy 7 hetes korában ezt a kutyát elválasztották, ami egyrészt mindenféle jogszabály Sért, másrészt pedig nem véletlen, hogy a jogszabály a es kort írja. Tehát azt gondolom, hogy nagyon korai bármire tanítani. Tehát egyelőre, ha már ez így alakult, és nyilván ez nem rajtad múlt, hanem azon a szaporítón, akitől hozzát került a kutya, akkor akkor, akkor vagy legfelelősségteljesebb, hogy írtad azt, szeretnél lenni, hogyha most egy kicsit pótlod ezt a fajta tehát kicsit anyuka szerepbe rakod magad, és akkor viszont a kiskutya igényli a közelségedet. Tehát most egyelőre még ne, ne próbáld meg szeparálni, mert, mert szerintem nagyon, nagyon korai. Úgyhogy még egy-két hétig szokja meg, hogy te vagy az anyukája, és akkor szépen apránként kezd el Ö, szoktatni a külön a különléthez. Nyilván az, hogy, hogy ö, sikítozik, meg nyűszít, meg minden, ez mindig így lesz. Tehát ez ha három hónaposan választanád el a, a kutyát, akkor is így lenne. Tehát nyilvánvalóan ez a fajta leválás ö, az anyukáról és a testvérekről, ez mindig fájdalmas. Úgyhogy ö, ezt nem a, a sikítozást, hisztit és bepisilést, és egyebeket nem tudod megúszni. Ö, de, de azt gondolom, hogy egy kicsit később kezd el. Ez nem azt jelenti, hogy most non-stop vele kell lenni, mert az anyukája sincs vele non-stop, csak ne akard erőszakosan szeparálni egyelőre, szerintem. De ilyen, ilyen jellegű tapasztalatom azért nincsen, mert hogyha a kiskutyák kerültek hozzám, akkor egy egész alom került hozzám általában meg hát mindig voltak kutyáim, akikkel ő volt, tehát nem velem volt, akkor is, akkor is kutyák voltak a közel, közelébe. Úgyhogy később kezd el, az, ahogy, ahogy csinálod a kenelbe szoktatást, azzal nincsen baj, mindig hisztizni fog, tehát hogy, hogy ez nem azon múlik, hogy ő most nagyon pici, hanem azon, hogy a szeparálás az mindig egy fájdalmas folyamat. Ez olyan, mint amikor először elviszed oviba vagy bölcsibe a gyereket, akkor is sír az anyuka, és sír a gyerek is, úgyhogy nem, ez egy teljesen normális folyamat, nem kell tőle kétségbe esni, de egy picit még szerintem várjál vele. Nyilván ne akkor kezd el, amikor majd vissza kell már menned dolgozni, és célszerűbb egy nagyobb szobakenelt venni, amiben mondjuk elfér egy pici ágy, és mellette elfér egy pelenka, meg mondjuk egy etetőitatót áll, és akkor, ha amikor a ketrecben van, akkor kell, a kell, akkor ö, nem össze-vissza pisil, hanem kultúrált körülmények között meg tudja ezt oldani. Úgyhogy én mindenféleképpen ezt javasolnám, de hangsúlyozom, fél hetes kutya, és néhány napja van nálad, akkor ez, ö, 7 hetesen lett elválasztva, jó esetben. Ö, és az nagyon-nagyon korai, tehát a jogszabály nem véletlenül írja a 8 hetes elválasztást. Ö, tünde Írta. Bocsánat, hogy az előbb nem mondtam, hogy kinek válaszolok, csak egy olyan neve van, ami ö, arra a 2-3-4, amiről nem tudom, hogy hogy hívják. Uh, szia, Anita, imádom a live-odat, levegőt sem veszek, úgy hallgatlak. Nagyon kedves vagy tünde. Uh, Mellett mentő egyesülettől hoztuk augusztusban, két év körüli border collie foxi keverék, domináns lánykutyos. Egy igen erős uh, kombót választottatok, border collie foxi, az elég melós, tehát um, a Border Collie annak ellenére, hogy nagyon sok filmben látjuk, hogy cuki muki, azért az is egy kemény kutya, a foxi az aztán végképp, úgyhogy ö, ö, biztos, hogy melós. Jártam vele iskolába, nem volt jó a suli választás, később kapcsolódtunk be, lemegy a karantén, megyek vele másik suliba. Igen, azt mindenféleképpen javaslom. Öt hónap után jelentkeztek az első gondok, morogni kezdett itthon rajtam kívül mindenkire. Kaptunk egy segítséget, aki elmondta a szabályok fontosságát, amit csak lehet rosszul csinálunk, vagy csináltunk. Ez már valamelyest helyreállt, ami még nem az nem a kutya hibája, hanem a férjem és a kislányom nem tartja be, így nem is kell csodálkozni. Igen, ez nagyon fontos, hogyha bármi, amit elmondok, hogy hogyan kéne csinálni a kutyával, illetve most már tényleg finisbe vagyunk az online tanfolyammal, amilyen kutya pszichológiai tanfolyam, minden csak úgy működik, hogyha az egész család be fogja tartani. Tehát ti egy falka vagytok, a falkában csak egyfajta szabályrendszer létezhet, ez ugyanúgy működik, mint egy gyereknevelés: hogyha anyu meg apu nem ért egyet, és nem öm, valaki engedékenyebb, akkor a gyenge láncem felé fog menni a gyerek, és hogyha anyu nem engedi el buliba, apuhoz megy, és apu pedig elengedi, akkor nyilván mindig aput fogja megkérdezni. Tehát ugyanúgy össze kell zárni az egész családnak a nevelés tekintetében, mint egy gyereknevelésnél. Tehát ha valaki nem tartja be, akkor nem fog működni, vagy lehet, hogy picit változni fog, de nem olyan mértékben. Járok vele naponta futni a közeli erdőbe, de futás közben mindenkit megtámad: gyereket, felnőttet, fut, futót, kuty kutyát, sétálót, bringázót, mindenkit. Egyébként imádja ezt a programot. Nem tudom, miért csinálja, már előre félre húzodok vele, és a hámnál fogva emelem, mert habzó szájjal örjön ilyenkor. Többször rászolok, de kb. semmire nem megyek vele. Ez kizárólag futás közben van, de egy időben séta alatt is előfordult. Mi lehet a gond? Van valami ötleted? Előre is köszönöm a válaszod. Hát alapvetően az lenne az ötletem, hogy azt, ami... Szia, azt, ami tanácsot kaptatok, gondolom kutya pszichológiai tanácsokat, azt, hogy hogyan kéne keretezni a kutyát, azt nem tartjátok be ö, olyan ö, módon, ahogy az be kéne tartani, illetve ahogy írtad is, a férjed és a lányod nem tartják be. Na most, ameddig ö, a kutya azt gondolja, hogy ő van legfölül a falkában, addig nyilvánvalóan minden olyan helyzetben, amit ő veszélyesnek ítél, támadólag fog fellépni. Ezek lehetnek idegen emberek, lehetnek olyan dolgok, amiktől ő maga fél, vagy nem ismeri, lehetnek idegen kutyák, tehát mindenki, akit ő veszélyesnek ítél, attól ő meg fogja védeni a falkát, nevezetesen téged, hogyha itt éppen együtt futtok. Tehát az az alapvető probléma, hogy alapvetően, ahogy te leírtad, egy domináns kutyáról beszéltek, ha jól emlékszem, akkor suka, igen. Bocsánat, hogy ezt mondom, tünde, de te is suka vagy, meg ő is suka. Tehát két suka van együtt, ha ő, ő azt gondolja, hogy egyenrangúak vagytok, vagy inkább. Ő van fölötted, mert mondjuk a, a férjed, meg a lányod nem tartják be a dolgokat, akkor nagy valószínűséggel ezt gondolja, a, akkor tök jogosan gondolja azt, hogy ő, mint, mint domináns szuka a falkában, ő neki meg kell védenie téged futás közben, vagy séta közben. Tehát ez egy teljesen normális dolog, hogy, hogy ezt csinálja. Tehát én azt javaslom, hogy ha szeretnétek ezen változtatni, akkor meg kéne beszélni a családnak azt, hogy mindenki tartsa be azokat a szabályokat, amiket megbeszéltetek, és egy picit te is keményebben keretezd a kutyát, mert te magad is látod, hogy egy domináns kutyáról van szó, e, azt arról nem írtál, hogy, hogy e, ivarosa vagy ivartalan, nyilvánvalóan a falkába való besorolódása e, az is valamelyest e, finomít, e, hogyha ivartalan, e, de nagyon fontos, hogy, e, hogy keményen keretezd a kutyát, az tök jó, hogy nagyon sokat sportolsz vele, ez fontos, ez maradjon meg a karantén utára is, tehát e, az, hogy... hogy e, minden nap ivartalan írja tünde, szuper, nagyon jó. Um azt azért gondoltam, hogy, hogy, hogyha fajta mentéstől van ivartan, de azért gondoltam, megkérdezem. Tehát, hogy naponta sportoltok, ez nagyon jó, tehát ez nem maradjon el a karantén utára sem, de mindenféleképpen próbáljatok menni, mert hogy, hogy itt azt írtad, hogy, hogy erdőbe jártok futni, próbáljátok meg nyugodt séta környezetbe, városi környezetbe járni, ahol sok emberrel, kutyával, bringással, motorossal mindenkivel találkoztok, és megvárni bizonyos helyzetekben azt, hogy szépen lenyugodjon a kutya, és akkor jutalmazni. Tehát nagyon jól lehet kerítésnél gyakorolni, amit már nagyon sokszor elmondtam, hogy megálltok kerítésnél, ugat a kutya bent, ugat a kutya kint, megvárjuk, hogy lenyugodjon, és amikor felajánlotta a jó, viselke jó viselkedést, ami lehet, hogy fél óra, akkor akkor nagyon uh, rádicsérünk uh, szépen, nyugodtan dicsérjük. Tehát uh, egy ilyen magas energiaszintű kutyát, amilyen egy border collie, meg egy foxy, el sem tudom képzelni az energiaszintjét, uh, két borzasztó pörgős kutya, azt nem úgy dicsérjük, hogy jaj, te ügyes vagy, mert akkor fölhúzom még jobban az energiáját, hanem szépen lassan. Tehát, jaj, te ügyes kutya vagy, szépen nyugodtan, ez minden, minden kutyára igaz, nem csak tünde kutyájára, tehát a magas energiaszintű kutyákat, hogyha azt szeretnénk, hogy azt a ö, nyugodt ö, energiaszintet produkálják, és arra akarunk, arra akarunk rá dicsérni, hogy ő abban az élethelyzetben ezt a nyugalmat produkálja minden esetben, akkor nem húzzuk vissza az energiáját, ami végre lejjebb ment, hanem nagyon szépen, nagyon nyugodtan dicsérjük, jutalomfalatot adunk. Tehát, hogy érezze azt, hogy, hogy ez számunkra egy kívánatos viselkedés. Pocikám, poci közben idehozott egy, egy pink jeges medvét. Szóval, hogy érezze azt, hogy számunkra ez egy kívánt viselkedés, de de ö, ne húzzuk vissza a, az energiáját, mert igazából ö, akkor lehetséges, hogy ugyanabba az energiaállapotba fogjuk ö, visszarántani, és megint elkezd ugatni mondjuk a addig ugatott. Tehát ö, visszatérve az eredeti ö, problémára, én azt javaslom, hogy, hogy sok ilyet gyakoroljatok, akár, hogyha ha biztos van tünde valaki ott a környezetetekben, aki hajlandó arra, hogy segítsen neked ebben, ismerősök, barátok, szomszédok, bárki, hogy jöjjön szembe az utcán, várjatok egy kicsit, Álljatok meg, várjátok meg, hogy megnyugszik, menjetek mellé, utána sétáljatok együtt egy kicsit tovább, utána menjetek tovább, jöjjetek vissza, megint találkoztok. Tehát, hogy ezeket gyakoroljátok. Nyilván, egy embert maximum egy-két alkalommal lehet használni, mert utána már megszokja és megtanulja, hogy nála hogy viselkedik, de ez nem azt jelenti majd, hogy minden embernél így fog viselkedni. Tehát álljatok be egy busz megállóba, csináljatok, csináljatok ilyen gyakorlatokat. Úgyhogy én azt mondom, minél többet. Minél többet. Nyilván most azért célszerű maszkban tenni ezt, hogyha olyan helyre mentek, ahol, ahol sok ember van, de, de mindenféleképpen én gyakorolnék vele. Szia, Izé, hogy van tündéri kutyus? Mindjárt megmutatom Dóra, mert, mert itt van, csak ide hívom. Közben még Edit kérdését fölolvasom. Szia, itt a séta közben, ha egy, fej, egy fejjel előttem sétál a két kutyusom, nem húznak, szépen temposan haladunk, az gond, de a falkavezérség miatt. Hát ha egyébként szépen tudnak láb mellett is menni, akkor, akkor semmi gond nincsen. Nyilván az lenne az üdvös, hogyha mellettet sétálnának. Tehát picit próbálj meg finomítani rajta, én azért azt javaslom, ugye aki nem gond, tehát hogyha, ha egyébként semmilyen viselkedés problémát nem tapasztalsz a kutyaidnál, akkor nyilván nem gond. De alapvetően ugye az megy elől, aki a legalkalmasabb arra, hogy... Hogy a veszélytől megvédje a falkát. Hogyha előre küldöm a kutyát, akkor ezzel azt jelzem neki, hogy erre ő a legalkalmasabb. Ez az ajtón kibemenetelnél is ugyanez. Ugye régen ezekbe a késdobáló kocsmákba azért, Azért maradta az, hogy a vendéglátóban a férfi megy elől, tehát bármilyen udvarias is a férfi egy vendéglátóban, neki kell előre menni, mert hogy ezekben a késdobálokban az volt, hogy ugye ott pofoszkodtak, szó szerint késdobáltak, mindenféle atrocitás érhette a belépő vendéget, ezért ö, a férfi ment előre, hogyha ö, ha jön egy pofon, vagy egy repülőkés, akkor ne a hölgy kapja, ne őt érje az atrocitás. Úgyhogy ö, ugyanez a gazdára is igaz, a, egy falkában az megy elől, aki alkalmas arra, hogy kapja a pofonokat. Tehát az megy elől, aki képes megvédeni a falkát, aki a legerősebb mentálisan, fizikálisan, ö, tehát ö, Alapvetően mentálisan. Nyilván én 6-8 kutyával sétálok, fizikálisan sokkal erősebbek nálam. Tehát néha hagyhatod, hogy előre menjenek, de alapvetően az, a, az lenne a lényeg, hogy legyen egy olyan struktúrált része a, a sétának, amikor szépen um, melléd jönnek, és um, normálisan tudják, hogy annak ott van a, a, a dolga. És utána lehet őket engedni, szaglászni, lehet egy picit hagyni előre menni őket, de alapvetően tudják, hogy az a normális. Szóf írja, törpe mindig bepróbálkozik ebben a sétán elvezetéssel. Hát igen, törpe is valami ilyen, ilyen szálkás rettenet, törpe az én neveltem egyébként. Egészen pici korában mentettük egy csatornából, és hát valami nem tudom, foxiszerű keverék, vagy schnauzer is lehet benne, mert ilyen szákás, szakállas valami, és hát nyilván bepróbálkozik. Gyere ide, Izé, akartak téged látni. Gyere, Izé, Izé, gyere kicsim. Csak aludt, úgyhogy föl kellett keltenem. Az előbb mondta valaki, hogy szeretné látni. Gyere ide, gyere, gyere, hopp, ide, föl, gyere, íz. Izé. Na, itt van Izé. Az előbb írta valaki, hogy milyen aranyos Kutyus Izé, igen, Ugye? Ha valaki esetleg nem tud, nem most jelent meg a, a könyvem, és ö, ízé szerint a világcimmel, és ott gyakorlatilag Izé írja le a kalandjait, úgyhogy... Ö, Teljesen minden minden valóságos történet, nagyon sok állatvédelmi dolog van, nagyon sok, sokat beszélünk arról, hogy, hogy hogy épül fel egy jó falka. Izén nagyon, nagyon nem szereti, ha fotózzák meg, ha videózzák, úgyhogy ilyenkor ő elszokott fordulni. Úgyhogy, ha uh, valakit érdekel. Miért lett Izé a neve? Hát uh, azért, uh, uh, ha megnézitek, van egy uh, Izé szerint a világ oldalot, szerintem van fönt róla olyan uh, kép, uh, ahol ő, ő egészen pici korában, négy hetes korában mentettük, egy edelényi uh, putriból, és uh, hát igazából úgy nézett ki, mint egy, mint egy patkány és egy denevér törvénytelen gyermeke, és amikor először mentem vele a, a kutyaiskolába, ben volt a táskámban, mert nem tehettem még le a földre, és akkor az egyik oktató kérdezte, hogy mi ez a kis izé, és mondtam, hogy hát valami kutyaszerű, de hát ilyen kis izé, és akkor ez így rajta maradt, hogy izé. És, Hát azóta egy csomószor volt ebből félreértés, tehát volt, hogy megkérdezték tőlem állatorvosnál a váróba, hogy hogy hívják a kutyusodat, és mondtam, izé, nem jut be? <laughs> és mondtam, hogy nem, így hívják. Hát annyi kutyám van, hogy, hogy nem is jut eszembe, hogy hogy hívják. Úgyhogy, úgyhogy izé, így lett izé, és hát ő egy, egy nagyon orrant kis kutya ez is kiderül a, a könyvből, hogy egilitizünk vele, illetve hát most éppen csak itthon egilitizünk, de, de nagyon sok versenyt nyert, terápiás tanfolyamra jártunk, temperamentum vizsgált, tehát hogy, hogy, hogy ő nagyon sok mindent tud annak ellenére, hogy nagyon rossz helyre született, úgyhogy azt gondolom, hogy önmagában az, hogy, hogy mentett kutyátok van, és, és van ilyen-olyan előélete, az még nem azt jelenti, hogy, hogy ő nem alkalmas bármire, akár olyan dolgokra, amire egy, egy fajta tiszta, nagyon jó pedigrével rendelkező társa, tehát izé a tökéletes terápiás kutya, tehát meglát egy pici gyereket, aki meg akarja simogatni, akkor megáll, mint a szöveg és, és, hagyja magát. Most egyébként raktam is fel videót, hogy rendeltem valahonnan slalompályát, meg ilyen kis egilitis eszközöket, és, és itthon egilitizik, és iszonyatosan élvezi. Egyrészt az, hogy van egy olyan idő, ami ami csak kettőnk ideje, amikor csak vele foglalkozom, amikor, amikor tényleg ez csak, a, csak, az ő ideje, másrészt meg imád dolgozni. Neki az anyukája magyar vizsla, együtt mentettük az anyukájával, és hát nyilván azért, azért mint vadászkutya, ősökkel rendelkező, azért ő nagyon, nagyon szeret az emberrel együtt dolgozni. Úgyhogy egyébként javaslom mindenkinek, hogy, hogy találjon valami olyan tevékenységet, ami neki is örömet okoz, és, és ami a kutyával egy, egy ilyen közös tevékenység. Nagyon fontos az is, és erre egyébként hosszú idő volt, mire rájöttem hogy ha több kutyátok van, akkor is fontos, hogy néha egyesével foglalkozzatok a kutyával. Mert nagyon jó az, amikor, amikor együtt, mint egy falka időt töltötök, nagyon jó az, amikor, uh, amikor ők együtt játszanak, uh, az is nagyon fontos időtöltés a számukra, de az uh, teljesen pótolhatatlan, amikor vagy te és a kutyád. Akár menjetek el néha csak kettesbe sétálni, sétáljatok el a fagyizóig, Egyél egy fagyit, és utána sétáljatok haza. Azt nem mondom, hogy a kutyának is vegyél egy, egy gombóc fagyit, bár Izé nagyon szereti a vaníliát. E, szóval egy ilyen pici csak, csak, csak ő időt adjál neki legalább egyszer egy héten, és higgyétek el, hogy meg fogja hálálni. Hogyha tanítjátok a kutyát bármire, akkor ö, egyesével ö, tanítsátok, mert nyilvánvalóan a többi elvonja a figyelmét. Tehát ha Falkában akár csak két kutyával ö, éltek, akkor nagyon fontos, hogy külön-külön is foglalkozzatok velük, és külön-külön tanuljatok, hogyha valami újat tanultok. Izé egyébként nagyjából három perc alatt tanul meg bármit, tehát tegnap tanítottam neki valamit, amit, amit, sose tanítottam, mert igazából feleslegesnek ítéltem, és megmutattam neki egyszer, és utána jutalomfalatra folyamatosan csinálta. És följöttünk, és mondom a páromnak, képzeld, megtanulta ezt vagy azt. És mondta, hogy tényleg? És neki is megcsinálta ugyanúgy. Úgyhogy nagyon gyorsan meg lehet tanítani őket, csak időt kell szenni arra, hogy tényleg kettesbe legyetek, és kettesbe tanuljatok. Nyilván azok a kutyák, akik hosszú ideig mondjuk menhelyen éltek, és, és nem tudnak úgy koncentrálni, nem tanulták meg. Izé ugye négy hetes korában került hozzám, nagyon-nagyon pici korában. Ugye nem maradhatott az anyukájával, bár az anyukájával mentettük, mert az anyukájának ilyen óriási kifakadt cicidaganatai voltak, és őt azonnal meg kellett műteni. Ezért a kölyökkori szocializáció az én voltam. Tehát gyakorlatilag én voltam az anyukája, mert ahogy kinyílt a szeme, utána egy héttel vagy másfél héttel már nálam volt és nagyon beteg volt, és nagyon sokat kellett így kettesben lennünk, mert ápolni kellett, és, és, nagyon pici volt, sokszor kellett etetni, tehát nagyon összenőttünk, tehát megtanult nagyon rám figyelni. Amikor hozzátok kerül egy olyan kutyus, aki mondjuk, akinél mondjuk kimaradt ez a kölyökkori szocializáció, vagy nem volt olyan jó, akkor, akkor, arra kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni az elején, hogy ez meg legyen, hogy a kutya tudjon rád figyelni, tudjon rád koncentrálni, és hogyha tud rád figyelni, és, és megtanul koncentrálni, akkor abban a pillanatban nagyon gyorsan el tudsz kezdeni tanítani neki dolgokat. Ha azt érzed, hogy, hogy nagyon rövid ideig tud koncentrálni, akkor csak ilyen pici etapokba tanuljatok. Tehát ugyanúgy, ahogy a, az óvodában is, nem véletlen, hogy a, a gyerekek rövid ideig kell figyeljenek, aztán utána a játék. Ugyanez van a, a, a kutyáknál is. Tehát folyamatosan kell tágítani azt az időt, amennyit tanultok. Tehát kicsit tanultok, akár csak öt percet, amíg még tud koncentrálni, és utána engeded. És aztán egy két óra múlva, három óra múlva megint lehet egy 5 percet tanulni. De ha egyszerre nagyon sokat követelsz a kutyától, és elfárad, és, és, akkor hagyjátok abba, amikor már nincs sikerélmény, neked sem, meg neki se, akkor az egy nem hosszú távon nem jó dolog. Tehát akkor hagyjátok abba, amikor a kutya még, még jól megcsinálja a feladatot, és még tud koncentrálni, és akkor fejezzétek be. És akkor örömmel fogja csinálni legközelebb is. A koncentrációhoz is nagyon fontos az, amiről ma már beszéltünk, hogy, hogy ha a kutya nagyon magas energiaszintű és nagyon heves, akkor feladatok közben szépen nyugodtan dicsérjük, nyugodtan jutalmazzuk, nem húzzuk fel az energiáját, mert akkor lehet, hogy megint csak elkezd izgágáskodni és mindenfelé máshol figyelni. Úgyhogy... Mindenféleképpen azt javaslom, hogy amennyire van időtök, kezdjétek el tanítani a kutyát egyesével, és kezdjétek el úgy időt tölteni a kutyáitokkal, hogyha több van, hogy csak te és egy kutya, mert, mert nagyon megéri, mondom, izé végtelenül hálás azért, hogy, hogy, amikor a nagyok megvacsoráztak, akkor kimegyünk mi kettesbe a kertbe, és, és gyakorolunk, és egilitizünk, úgyhogy hát ezt így nagyon későn csatlakoztál, sajnos pont a végén tartunk, Úgyhogy megköszönöm a mai figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a kérdéseket. Holnap péntek 9.30-kor találkozunk, várom a kérdéseket, akár itt az Instán, vagy Facebookon, vagy e-mailben. Anita Kukac, majd visszanézem, igen. Anita Kukac, szuperdog.hu, hogyha valaki hosszasan szeretne e-mailt írni. Holnap is lehet kérdezni? Természetesen holnap is lehet kérdezni, de ha ma elküldöd nekem az Instán, akkor privátban, akkor sokkal egyszerűbb a dolgom, mert át tudom gondolni, és valószínűleg bővebb választ kapsz, mint hogyha élő közben kérdezel. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok, holnap 9.30-kor találkozunk.